Nyíregyházán a repülőtér szomszédságában zajlanak azok az úgynevezett tartamkísérletek, amelyek hosszú távon biztosítják azt, hogy szabolcs már bereg megye gyenge adottságú termőtalait is hasznosítani tudják a Vestsik Vilmos által szabadalmaztatott vetésforgó alkalmazását 1929-ben kezdték meg a megyeszékhelyen, a kutató munkának pedig ma is jelentős szerepe van az agráriumban. Tudtuk meg Makádi Mariantól 35 perc című műsorunkban. Ezek a kísérletek olyan hosszú távú adatsorokat biztosítanak számunkra, amelyekkel a növények tápanyagellátását tudjuk ö, biztonságosabbá tenni, megfigyelhetők az egyes különböző növényfajtáknak a viselkedése az egyes területeken. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy nálunk homoktalajon van, savanyú homoktalajon ez a tartamkísérlet, de az ország nagyon sokféle talajtípussal rendelkezik, és ezért többféle területen, többféle talajon be van állítva máshol is nagyon sokféle talaj tartamkísérlet ezeknek a műveleteknek az eredményeit felhasználják tudományos célokra, és eljuttatják a megye gazdálkodóinak, hogy folyamatosan tudjanak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Makádi Marianna kiemelte, a kutató intézet igazán a vestség félevetésforgó alkalmazásával vált Európa szerte ismerti, ugyanakkor másféle talajhasznosítási kísérleteken is dolgoznak a szakemberek. Az egyik egy szennyvízi szabkomposzt hatást vizsgáló tartalmkísérlet, úgy gondolom, hogy ennek is nagyon fontos gyakorlati eredményei vannak, amiket felhasználhatunk a, akár a szennyvízi szabkomposzt felhasználásában, mint tápanyag és talajjavító anyag, illetve van még egy másik, ami a energiafűz tápanyag utánpótlását vizsgálja, ez még éppen elérte a tartalmkísérlet életkort, mert ez 2007 óta zajlik ez a kísérlet. A kutatóintézet tavaly ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Ennek keretében novemberben egy nemzetközi konferenciát is szerveztek Nyíregyházán. Ez a kongresszus jó alkalmat kínált arra, hogy a hazai és külföldről érkező talajtani kutatók megosszák egymással gondolataikat, amelyeket a jövőben is hasznosítani tudnak a növénytermesztésben.